Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Emlékeznek rá, beszámoltunk arról, hogy a Demokratikus Koalíció bíróság elé vitte a trafik pályázatok ügyét, mármint az ügyből azt az ügyet, hogy szeretnék, ha nyilvánosak lennének a különböző dokumentumok, bele szeretnének látni, és a nyilvánosság elé szeretnék azt tárni. Vajon ki, mivel érdemelte ki azt, hogy trafikot kapjon, üzemeltethessen? A bíróság a DK-nak adott igazat, meg is kapták a dokumentumokat hosszú-hosszú húzavona után. A minisztérium azzal érvelt, hogy itten több ezer oldalról van szó, fénymásolásról van szó, nagyon sokáig és nagyon sok pénzbe telik, és kerül. Aztán ma azt mondták a DK képviselői, nevezetesen Varjú László, hogy úgy látják, hogy bizonyítékuk van rá, hogy már pedig ezek a dokumentumok megvoltak digitális formában is. Varjú László a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Mert hogy mit látott, ami alapján erre a következtetésre jutott? Alapvetően abból indulunk ki, ugye, hogy nem csak hogy vonalkóddal látták el magát a papírokat, hanem a kiértékeléshez ahhoz, hogy 15 ezernyi pályázatot nyilvántartani lehessen, azt a bíráló bizottság tagjai és minden egyes csoport legalább két főből állt, azok megkaphassák, ezt nem lehetett másként megoldani, csak elektronikus formában. Meggyőződésem az, hogy ahogy a Demokratikus Koalíció kérte, elektronikus formában ezt a rendelkezésünkre bocsájthatták volna. Na de várja, most akkor csak feltételezi azt, hogy 15 ezer, és hogy még ketten voltak a bírálóbizottságokban, azt mondja? Igen, ezen... Tehát, hogy akkor legalább, tehát minimum kétszer 15 ezer, 30 ezer oldalt kellett fénymásolniuk? De alapvetően 7 tagja volt a bizottságnak. 7x15 ezer? Hát a... mi? Hát most önöknek is lefénymásolták azt a 15 ezeret, hát akkor lehet, hogy mondjuk így a 21. században, nem tudom, hogy miért fénymásolnak, hány fát vágtak ki ezért, inkább ettek volna ez harkát, több más a fát kellett kivágni. De most komolyan, tehát már hogy véd a fákat, egyél harkát, van egy ilyen buta környezetvédelmi felhívás, ami nyilván vicces formában hívja fel a figyelmet arra, hogy nem fénymásolunk együtt. Szóval, hogy ebből indul ki, és más ilyen látható bizonyítékad nincsen, mint hogy arra gondol, hogy együtt képtelenség lefénymásolni? Másik oldalról pedig gyakorlatilag azok a táblázati formák, amelyek amilyen módon a pályázatok elkészültek, ezeket nyugodtan lehetett elektronikus formában kezelni, beadni és kezelni is. Tehát ebben a formában ezt megtehette a feldolgozást, hiszen azzal kezdődik, hogy ilyen és ilyen számú vonalkód az, amivel ellátták magát a pályázatot, és az ehhez kapcsolódó adatokat ők nyilván tartják. De most amit ott tart maga előtt az asztalon, ez milyen? Egy elbírálási jegyzőkönyv? Vagy ez kettő darab dokumentumot bocsájtott a rendelkezésünkre, ami azt jelenti, hogy van a múlt év májusának közepéig 16 ezer olyan pályázatról adott másolatot a minisztérium, amelyről mindegyikről készült egy-egy ilyen pályázati értékelő lap. Ez a pályázati értékelő lap két részből áll. Az egyik fontos eleme egy objektív adatokat, a pályázó adatait biztosító vagy bemutató rész, és van egy szubjektív rész, amely az üzleti tervről szól, és annak a megítéléséről. Igen, ezzel erről van mondták, a legtöbb kétség. A szubjektív rész az valahogy nagyon úgy tűnik, hogy a Ctrl-C, Ctrl-V eljárással készülhetett, mert hogy gyanúsan sok helyütt a szubjektív, ráadásul a szubjektív, amikor hát én úgy látom, tehát akár így is kezdődhetett volna, de hogy ezek egyeznek a pályázatoknál. Hát olyannyira mondta. Így van ez, hogy ide gyakorlatilag a pályázati kiírás, tehát az értékeléshez a pályázati kiírás elvárásait másolták be, és azt írták ide be. És ehhez van, aki 7 pontot kapott, van, aki 21-et, van, aki pedig 52-t. Ez különböző ilyen bírálaton esett át. A dolog lényege az, hogy érdemi bírálat ezen ismeretek alapján, itt most számos ilyen jegyzőkönyvet, és még egyszer mondom, hogy ebből 16 ezer darab van, abból az következik, hogy érdemi bírálatot itt nem végeztek, és ezt biztos, hogy érdemes felülvizsgálni. Most erre így ránézésre, tehát ami itt van a kezében, ez az egyetlen egy dokumentum, vagy jegyzőkönyv, mindegy, hogy ez most micsoda, tehát ez a formátum, ez egyszer biztos, hogy számítógépen készült, nem kézzel, nem írógéppel. Ennek valamilyen digitalizált formája az eredeti, az biztos. Tehát, hogyha egyszer van egy eredeti, és
úgy is töltötték ki, tehát nem kézzel van, így vagy van befűzve az írógéppel, azért kicsit csodálkoznék, ha mondjuk ez lett volna a metódus. De egyébként reagált is a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, és a reagálásban nem azt mondják, hogy szó nincs, ez csak papír alapon volt meg, nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy semmilyen módon nem utalt a bírósági végzés arra, amit önök olyan sokszor emlegetnek, hogy a tárca milyen formában és milyen adathordozón teljesítse a dokumentumok kiadását. Tehát nem azt mondják a mai napon, hogy nem igaz, nekünk csak papírformában van meg, tehát nem igaz, amit ön állít, hogy ezt le lehetett volna másolni, vagy kiírni egy pendrive-ra, hanem azzal érvelnek, hogy hát a bíróság nem írta elő, hogy mi legyen az átadás formája, ezért aztán ők a papírt választották. Amikor arra kényszerültünk, hogy perben kelljen követelni a közérdekű adatok kiadását, akkor Molnár Csaba képviselőtársam, aki a beadvánnyal élt, már a beadványában jelezte, hogy kifejezetten elektronikus formában szeretnénk kérni. Az ítélet is felhívja a figyelmet arra, hogy mi, aki igényeltük ezeket az adatokat, ebben a formában kérjük, de kétségtelen, hogy erre nem kötelezte a bíróság, és a minisztériumot. És ennek akkor mi értelme volt a 15 ezer vagy 16 ezer oldal másolgatása? Talán az első fenyegetésnek volt, hogy ha és amennyiben beugrunk annak, hogyha 25 millió forintos fénymásolási költségről beszél a minisztérium, akkor majd talán elállunk ettől a történettől, de mivel a jogszabály azt írja elő, hogy ez az ő terhük, hiszen ha a bíróság ítéli meg, akkor ez az ő költségükre kell ezt elvégezni, ezt a munkát, ezt ennek megfelelően megcsinálták, és nem követelték, a minisztérium nagy lelkűen elállt a 25 millió forint követelését. Jó, akkor ezt a 25 millió forintot, hogyha tényleg ennyibe került a fénymásolás, bár ez inkább nyomtatás, mint fénymásolás, mert hogyha meddig digitalizálva volt, akkor most nem fénymásolgatunk, kinyomtatunk. Mindegy, és a minisztérium azt mondta, és én hiszek nekik, nem hazudtak, hogy 25 millió forintba kerülne ez, ha ők ezt megtennék. Végül meg kellett tenniük. Akkor ez azt jelenti, hogy ez az én 25 millió forintom volt, meg az önöké, meg mindannyi az adófizetőké. Tehát most a minisztérium 25 millió forintot ezek szerint kidobott az ablakon, azért, mert a bíróság nem mondta meg, hogy milyen formában adja át a dokumentumokat, mert átadhatta volna az ön pendrive-ján is. Ehelyett nyomtattak, fénymásoltak, tehát 25 millió forintért. És ezzel hosszú ideig időt is húztak, ez kétségtelen, de ez történt, felesleges költségként 25 millió forintot kidobtak az ablakon. Ez a közpénzekkel való felelős gazdálkodás hát helyett. Felelős, na de ez, tehát hogy nem merít ki semmi olyan kategóriát, amit mondjuk egy bármely minisztérium vagy állami illetékes szerv nem tehet meg? Én azt gondolom, hogy a miniszter úr, aki illetékes abban, hogy ezt megítélje, okkal vetné fel, hogy igenis, aki ezt így elkövette, és ezeket az adatokat így adta ki, az igenis vonja felelősségre a munkatársát. Az ellenzék okkal nem vethetné ezt fel? Vagy megvárják, amíg a miniszter okkal vagy felveti, vagy nem? Mi több mindent szeretnénk felvetni, vagy több mindent fogunk felvetni ezzel kapcsolatosan, hiszen önmagában a másolás költségén túl, önmagában az egész pályázati bírálat folyamata és ami lezajlott, az is kétségeket von maga után, és az egyik része az, amit a minisztériumban kell elvégezni, és ott számon kérni, miért dobtak ki feleslegesen 25 millió forintot az ablakon, és egy másik része, hogy hatóságok ítéljék meg, például az ügyészség az, hogy az, ami itt történt, pályázati értékelés alapján, vagy címén, az ez egyszerűen bluff. Hát a mai közleményében a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak még az is szerepel, hogy az ítélet meghozatalának a időpontjában, pillanatában a kért adatok kizárólag papíron álltak a tárca rendelkezésére, de hát abból, amit behozott, abból én azt látom, hogy ez sem fedi teljes mértékben az igazságot, az nem egy szkennelt oldal. Ugye, volt egy sajátos... Tehát az nem egy fotó, mint így amikor van, valamit beszkennelek, tehát gyakorlatilag lefényképezem, lefényképeztetem. Ez egy kinyomtatott számítógépről így kinyomtatott van oldal. Szerintem is ez történt. Ráadásul több mint egy éve annak most már, hogy a minisztérium, amikor a pályázati eljárás lezárult, azt követően hirtelen a számítógép park felújításával kezdett el foglalkozni. Miután felvetettük, hogy ezekre az adatokra vigyázzanak és legyenek szívesek, ne tüntessék el. És ezért felmerülhet annak a lehetősége, hogy ma már talán tényleg nem áll rendelkezésükre, de az szándékosan azért van, mert egyébként ennek a vizsgálhatóságát szüntették meg az elmúlt hónapokban.
Hát aztán, hogy mi szerepel még ezekben a dokumentumokban, ki, miért, hogyan bírált objektíven és szubjektíven, az majd még a következő napok kérdése lesz, hiszen a 16 ezer oldalt olvasgatniuk kell. De több minden másra is kíváncsi a Demokratikus Koalíció, hogy látom a mai közleményükből, nem csak a trafikpályázatokra, meg a pendrive és papír alapú nyomtatás miben létére. Arra kíváncsiak, hogy vajon a Fradi stadionba a miniszterelnök a saját milliárdjaiból az új sportlétesítménynek a felépítésében vajon hány forintot adott? Miért adott volna? Mert a miniszterelnök úr többször felhívta az embereket olyan támogatásra, amelyben ilyen adakozással, ilyen létesítmények létrehozatalára sor kerülhet. De én úgy látom, hogy itt ilyenre vagy nagyon sokaknak kellett adakozni, mert ez az épület, vagy ez az építmény, ez biztos, hogy többszörösébe került annak, mint amit eredetileg terveztek. Kétségtelen, hogy itt egy hipermodern épület, építmény jött létre. Mi eredetileg mennyit terveztek? Az én emlékeim szerint ez 10 milliárd forint alatt volt, 9 milliárd forint alatt volt, és érdemes megvizsgálni azokat a járulékos költségeket, amelyek még a környék fejlesztésére is fordítottak, de tulajdonképpen azzal, hogy egy világsztár csapatnak a meghívása, ha jól tudom, akkor több mint 2 millió dollárért, ez önmagában már ugye ez még belefért ebbe a költségbe. De ez, tehát akár a Gripenek, akár a magának a Chelsea-nek az idehívása, ez egyébként a klubnak a pénzéből, vagy kinek a pénzéből? Ezt konkrétan a magyar adófizetők fizették meg, azt, hogy itt néhány ezren, vagy akár az ország is nézhette ezt a stadionlavatót. Tehát költségvetésben ilyen címke nem szerepel, hogy Chelsea-re 800 millió, tehát ilyenek nincsenek. Vélhetően a stadion megnyitó az szerepel, és ez ebben elbújtatva benne szerepelhet is, de önmagában ezért erről is szól a közleményünk, vagy ez is részévé válik, hogy igen, erre a kérdésre válaszolnia kell részben a miniszterelnök úrnak, hogy ő mennyi magántámogatást tudott biztosítani ehhez a stadionhoz, és mások mennyivel járultak ahhoz hozzá, hogy egyébként a Chelsea-t mennyibe került a felavatás? Azt is tudjuk. Hát, hogyha ezt a költséget is ide beleszámoljuk, akkor ez olyan 1 milliárd forint felett van. Az a része viszont forintosítható, vagy az a része is forintosítható, egy az, hogy már most is voltak jegybevételi, a jegyekből volt bevétel, azon kívül egy ilyen reprezentatív sportlétesítmény, az nem csak arról szól, hogy egyszer megnyitjuk, és akkor örülhet, aki oda bejutott, meg aki a Chelsea-t akarta nézni, az is, aki a Fradit, az is, aki a Gripeneket, az is, aki a miniszterelnököt, még az is, hanem arról szól, hogy ezt utána lehet üzemeltetni, hasznosítani, az már most már termelni fog. Igen, ez a hasznosítás viszont semmi köze nincs a Ferencvárosnak. Ezt a feladatot kiszervezték, úgymond, és ezt egy nemzetközi cég csinálja és végzi. A Fradinak ez annyi köze van, hogy amikor ott mérkőzést játszik, akkor a játékosok és a szurkolók bemehetnek, utána pedig kijönnek onnét és viszontlátásra. Ennek súlyos következményei vannak, mert az azt jelenti, hogy a lényegében a Népligeti pályára újabb forint milliárdokat kell elkölteni, mert igazából a csapatnak otthont kell találni, mert ez nem tud az lenni. Ez a látvány, ami itt megjelenik, és ezen túlmenően szükség lesz arra, hol az edzéseket is bonyolítják. Én azt gondolom, azt sejtem, hogy a Népligeti pályára, ott, ahol a Ferencvárosnak ugye van egy edzőtelepe, ott újabb milliárdokat fognak erre elkölteni. Hát akkor nem értem a szurkolókat, örülhetnek, hogy már ez is megvalósult, meg még lehet, hogy más is megvalósul a kedvenc csapatuknak. Miért fütyülték ki Orbán Viktor miniszterelnököt, meg Kubatov Gábort, és mit gondol? Hát önmagában azt hiszem, hogy mind a három megszólaló, akár Fürjes Balázs, Kubatov Gábort, vagy pedig a Orbán miniszterelnök urat veszük, amit elmondtak, az tisztán szimplán kampánybeszéd volt. Önmagában nagyon kevés köze volt a mondandójuknak ahhoz, ami a Fradihoz kötődött, és hát igazából visszaéltek azzal a lehetőséggel, hogy az állam az adófizető pénzéből a saját szórakoztatásukra, félreértésre ne essék, nem az adófizetők szórakoztatására, hanem az ő saját szórakoztatásukra olyan létesítményeket hoznak létre, amelyek mindenképpen megkérdőjelezhetők. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.